Cseh Katalin, én a szerelmemnek szeretnék gyereket szülni, és nem Orbán Viktornak. Momentum mozgalom. Hallottam a rádióban, hogy Orbán Viktor szerződést szeretne kötni velem. Cseh Katalin vagyok, gyermekvállalás előtt álló fiatal nő, és most végre eszébe jutottam a kormánynak. Borzasztóan örülök, hogy végre érdeklem őket, mert eddig még sosem éreztem azt, hogy fontos lennék a hatalom számára. Szerintetek ti fontosak vagytok Orbán Viktornak? Tegye fel a kezét az, aki úgy érzi, hogy nem foglalkoznak a problémáival. Nem érdekeltem őket akkor, amikor rezidens orvosként sokszor hetente 90-100 órákat dolgoztam. Nem érdekeltem őket akkor, amikor sok társammal együtt megalázó körülmények között, megalázó fizetésekért gyógyítottuk a betegeket. Nem érdeklik őket azok a barátaim sem, akiknek vissza kell költözniük a szüleikhez, mert hirtelen megduplázták a lakbérüket. Nem érdeklik őket azok se, akik a hónap végén rendszeresen nem tudnak kijönni a fizetésükből, és kölcsönt kölcsönre, hitelt hitelre halmoznak a mindennapi túléléshez. Az meg végképp nem érdekli őket, hogy az elmúlt 8 évben rengetegen költöztek külföldre. Hogy százezrek hagyták el az országot a hétköznapok küzdelmei, a pénztelenség és a mindenhonnan áradó gyűlölet miatt. Mert elegük van. Velük majd leszerződik a brit kormány, a német kormány és az osztrák kormány, hiszen ma már minden hatodik magyar gyerek külföldön születik meg. Ezek az emberek a hatalom számára nem léteznek. Mi mindannyian kényelmetlenek vagyunk a Fidesznek. Kényelmetlen nekik a puszta létezésünk. Kényelmetlen nekik az elszántságunk. Kényelmetlen nekik az, hogy hetek óta tízezren, százezren tüntetünk. De ne legyenek illúzióink, kényelmetlen nekik mindenki, aki nem dől be nekik, akiket nem lehet megvezetni, és aki nem nézi illegális bevándorlónak fekete pákót. Kényelmetlenek vagyunk mindannyian, akik szerint Európához tartozunk. Kényelmetlenek vagyunk mindannyian, akik nyugatra nézünk és nem keletre. Mi mindannyian zavarjuk a kormányt, mert mi tudjuk, Brüsszelt nem megállítani kell, hanem utolérni. Lássunk végre tisztán, a kormány arra játszik, hogy mi, a máshogyan gondolkodók, a kritikusok, az ellenállók ne legyünk útban. Hogy lelépjünk külföldre. Hogy kiégjünk, átra lépjünk, feladjuk. Hogy befejezzük a politizálást, vagy ha lehet, el se kezdjük. De mutassuk meg nekik, nem lesz ennyire könnyű dolguk velünk. Mert mi itthon maradunk. Mert mi tovább dolgozunk. Mert mi nem félünk tőlük. Biztos persze, hogy a könnyebb út a hátralépés lenne. Nem csak én reméltem április 8-án, hogy Magyarország a fejlődést, a haladást, a jövőt választja. Nem csak én bíztam abban, hogy a józan ész erősebb lesz, mint a mindenhonnan áradó hazugság és gyűlölet. És aznap este nem csak én feküdtem le ismét csalódottan. Annyira szerettem volna másnap reggel arra ébredni, hogy Magyarország egy lépést előre, Európa felé, és hogy nem nekünk kell azon gondolkozni, hogy merre tovább. Mi egy olyan országért dolgozunk, ahol boldogan lehet élni, ahol biztonságosan lehet jövőt tervezni, ahol nyugodt szívvel lehet családot alapítani, ahonnan nem kell elmenni, és ahova megéri visszajönni. Mi őszintén, tiszta szívünkből hittünk abban, hogy egy ilyen országot építhetünk. Egy ilyen országért adtam fel az állásomat, egy ilyen országért dolgoztunk télen-nyáron, hóban-fagyban több százan, több ezren. Egy ilyen országra szavaztunk több mint 2,5 millióan. Egy ilyen országra szavaztatok ti is. Április 9-én azonban arra ébredtünk, hogy az ország, ahol mindannyian élni szeretnénk, még nagyon távoli. És ebbe először belegondolni, hát borzasztó volt. Borzasztó volt, nyomasztó és kétségbeejtő. De most komolyan, beletörődünk abba, hogy az lesz, amit ők akarnak. Hagyjuk, hogy még 4 évig átnézzenek rajtunk. Fel fogjuk adni. Mutassuk meg, Magyarország többre képes ennél. Én a szerelmemnek szeretnék gyereket szülni, és nem Orbán Viktornak. Akkor leszünk majd egy normális ország, ha majd Orbán Viktor sem teheti meg, hogy tudomást se vesz rólunk. Ha majd Orbán Viktor is tudni fogja, hogy mi itt kint az utcán, mi vagyunk a valódi ellenállás. Ha majd annyira sokan leszünk, annyira hangosak leszünk, annyira erősek leszünk, hogy a hangunk behallatszik a parlamentbe. Akkor majd egy normális ország leszünk. Ha annyian leszünk, hogy meghallják a hangunkat, akkor nem Orbán Viktor fog majd szerződni a magyar nőkkel, hanem mi szabjuk majd a feltételeket. Mert én a szerelmemnek szeretnék gyereket szülni, és nem Orbán Viktornak vagy a kormánynak. És a gyerekeimet egy olyan országban szeretném felnevelni, ahol nem a migránsokat üldözik, hanem a korrupciót. Ahol nem stadionokat építenek, hanem óvodákat és kollégiumokat. Ahol az iskolákban nem tiltják, hanem támogatják az önálló gondolkodást. Ahol nem a képviselői fizetések emelkednek, hanem a családi pótlék és az ösztöndíj. Ahol nem stadionokat építenek, hanem óvodákat. Nagyon sokan, nagyon régóta szeretnénk elzavarni Orbán Viktort. Nagyon sokan, nagyon régóta keressük a csodafegyvert. Most már tudjuk, hogy nem a parlamenti bizottságokban dől el az ország sorsa.
Most már tudjuk, hogy választók nélkül a választási matek nem vezet kormányváltáshoz. Most már tudjuk, hogy ellenzéki messiások sincsenek. 8 év után lássuk végre be, nem elég egy csoda fegyver. Saját kezünkbe kell venni a sorsunkat. Rohadt nehéz egy ilyen pofon után felállni a földből. De ne add fel, ne menj el, ne hagyd abba. Legyél aktív, politizálj, tüntes. Támogasd a szabad sajtót, járj nyitott szemmel, vonulj az utcára, ha látod, hogy lopnak. Menj el szavazni, mert nem 4 év múlva lesz a következő választás. Mutassuk meg jövőre együtt, hogy a Fidesznek nincs helye sem Európában, sem a városokban, sem a falvakban. Talán majd akkor észrevesznek minket. Maradjunk itthon, mert Orbán Viktor tőlünk félhet a legjobban, és mi nem félünk tőle.